Júniusi adásunkban beszámoltunk arról, hogy vezetőváltás történt a Vecsési Futballklubnál. Szabó Attila képviselőnek ezzel kapcsolatban adódott néhány kérdése. Nem csak kérdésem, észrevételem is lennének ezzel kapcsolatban. Ugye, mint tudjuk, a futballklub elnökségi posztját innentől Cibolya Zoltán a sportbizottság elnöke fogja betölteni. Ami egyből felveti azt a kérdést, hogy nem összeférhetetlen ez a dolog, mivel hogy a sportbizottságnak van kerete, amivel a sportot támogatja, nem csak a futballt, hanem az összes vecsési sportot. Tehát kérdezem, hogy a sportbizottság elnöke hogy fog tudni úgy dönteni, hogy ne legyen részrehajló, ne csak a futballt helyez előtérben, vagy annak ő az elnöke. Tehát kíváncsi vagyok azért, hogy az összes többi egyesület vagy szakág azért mit szól ehhez a dologhoz. Ezzel kapcsolatban megkérdezzük majd Cibolya Zoltán véleményét, milyen észrevételei vannak még? Hát többek között ugye úgy értesültem, hogy az előző elnököt, Földvári Tibort leváltották, és alelnök lett. Az észrevételem az az, hogy ha valaki jól végzi a munkáját, akkor megerősítjük a pozíciójában, amennyiben nem végzi jól a munkáját, akkor leváltjuk. Most az elég ritka eset, hogy valakit a felső lépcsőfokról egy fél lépcsőfokkal visszahelyezünk, de a gazdasági munkát ugyanúgy ő folytatja, majd egy embert fölteszünk a legfelső lépcsőfokra név szerint, mert másra nem tudok gondolni, tehát hogy legyen egy nevünk fönt. Ez azért nagyon sok kérdést fölvet szerintem több helyen. Vannak olyan klubok, ahol egyik kézben van a szakmai irányítás, a másik kézben pedig az úgymond a menedzseri funkciók. Cibolya Zoltán azt nyilatkozta a vezetőváltás kapcsán, hogy ő majd menedzseri feladatokat látna el, míg Földvári Tibor a szakmai részét viszi tovább. Ezzel sincs semmi gond. Lehetett volna akkor a Cibolya Zoltán egy menedzser ennél a futballklubnál, és akkor nem merült volna föl a legelső aggály, hogy nem összeférhetetlen ez a dolog. Na most a következő, hogy Cibolya Zoltán, ugye, ha jól tudom, ki emelte azt is, hogy viszont a futballklub támogatása az megmarad, ami eddig volt. Tehát az MB3-as szinten, ami megközelítőleg az MB2-es szint is. Na most a megye első osztály és az MB2 között nagyon sok különbség van, ezt mindenki tudja, akár futballozik, akár nem. Viszont az összeg között nincs különbség. Tehát itt valószínűleg én örülnék neki a legjobban, itt ilyen Cristiano Ronaldoknak kéne szaladgálni, mert ugyanannyi pénzből fog gazdálkodni egy amatőr csapat, mint egy fél profi csapat gazdálkodott idáig. Ez megint csak kérdéseket merít föl. Én nem vádolok senkit sem, nem mondtam, hogy ki mit csinál ezzel kapcsolatban, de azért ezek is érdekes dolgok, hogy az megye első osztály ugyanannyi pénzt kap, mint az MB2-es vagy az MB3-as, mert maradjunk csak az MB3-án, az MB3-as csapat, és hát ezt is be kell vallanunk, hogy nem a legsikeresebb sport a futballklub. Én elismerem Földvári Tibor munkáját, én nem is bántom őt, ezzel nincsen semmi gond, de attól függetlenül nem ez a legsikeresebb, tehát MB2-ből most megye első osztálynál tartunk. Vannak itt sokkal sikeresebb sportágak, én úgy gondolom, Vecsésen, ami természetesen ők is most kaptak egy kis pluszt, de hát ők MB1-ről beszélünk, nem megye első osztályról, hanem MB1-ről, például a kézilabda. Tehát azért ez megint csak fölmerít egy-két kérdést. Szabó Attila képviselő felvetett néhány kérdést, illetve meglátást az ön titulusával, illetve a VFC-vel kapcsolatban. Kérem, reagáljon erre. Én nem tudok okot arra, hogy mint bizottsági elnök nem lehetnék a VFC-nek az elnöke. A VFC az egy teljesen önálló egyesület, mint bármelyik másik, galambász, darts, bármelyik egyesület, független az önkormányzattól. Tehát nem egy önkormányzat által létrehozott egyesületre van szó, hanem teljesen önálló egyesületről. Ennek vannak tagjai, és ezek a tagok választottak engem meg elnökként. Igazán egy társadalmi pozíció, teljesen nulla forint jutatás nélkül. Ez olyan, számomra ez olyan, hogy persze, Sánta, itt egy púp, tehát még egy feladat. Én, amivel találkozok most, mióta itt részt veszek ebben elég komolyan, itt munka van, feladat és célok. Tehát én ezzel találkozom, ebben a történettel. A másik dolog, hogy a VFC-nek a költségvetését, mint sportbizottság és sportbizottsági elnök, nekem semmilyen, se a bizottságnak, se nekem semmilyen olyan ráhatásom nincs a VFC költségvetésére. A költségvetést a VFC-nek a képviselőtestület, az önkormányzat határozza meg. A testület eldönti, hogy támogatjuk-e a focit, vagy nem támogatjuk. Így, mint képviselő, persze nekem is van egy szavazati jogom, de ugyanúgy van kedves képviselőtársamnak is egy szavazati joga. Tehát vagy ha támogatjuk, vagy nem, ez a saját döntésünk.
Tehát mint bizottságnak nincsen semmilyen ráhatása a VFC pénzére. Ráadásul a VFC a költségvetésével az önkormányzatnak elszámoljon. Egy nagyon szigorú szoros elszámolás van, tehát ő akkor kap támogatást, hogyha az előzővel elszámolt, addig nem is kap pénzt, a következő támogatást meg se kapja. A harmadik, én abszolút nem látom ezt egy kirívó egyedi esetnek, mert akkor ilyen alapon azt is mondhatnánk, hogy Szalvó Csaba polgármester úr hogyan lehet mondjuk a Pest megyei Labdarúgó Szövetségnek a tiszteletbeli elnöke. Vagy mondhatnánk azt is, hogy Távori Ferenc alpolgármester úr hogyan lehet a kizárólagos szakosztálynak az elnöke. Ráadásul, hogyha csak a focinál maradunk, akkor van itt egy-két település a környéken, ahol mondjuk Ócsa, Sűsáp, Maglód, ahol nem mint bizottsági elnök, a VFC, nem bizottsági elnök a klub elnöke, hanem a polgármester az. Tehát én nem látok ebben semmilyen összeférhetőséget, nem is tudok róla, hogy lenne ilyen. Szabó Attila azt is felvetette, hogy miért került a elnöki pozícióba Földvári Tibor, hogyha meg voltak elégedve a munkájával, akkor miért nem maradt meg az elnöki székében, ha pedig nem voltak, akkor miért helyezték egyen lejjebb, úgymond? Ez is egy kicsit téves információ, tehát mi nem helyeztünk le senkit sehova. A Földvári Tibor önként mondott le az elnöki pozíciójáról. Hogy ezt igazából miért tette, erre azt hiszem adott választ. Úgy gondolta, hogy utóbbi időben talán a VFC szereplése nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és úgy gondolta, hogy nem tudott abban segíteni már, hogy plusz szponzorokat tudjon behozni a csapathoz, és úgy gondolta, hogy a VFC elnöki posztjáról lemondana. De viszont az a 13 év, amit eltöltött a foci területén, az bizony nagyon sok szakmai tudást és tapasztalatot hozott neki, és ő imádja a focit ettől függetlenül, és szívesen maradt volna, szívesen segíti a szakmai munkát a csapatnál, ezért lett ő alelnök. Volt még egy meglátás, megjegyzés, az pedig a VFC gazdálkodásával kapcsolatos. Hát a VFC gazdálkodásával kapcsolatosan igazából csak annyit kell mondjak, hogy az elmúlt időszakban, amikor a VFC MB2-es volt, akkor sokkal magasabb költségvetésű pénzből gazdálkodott. Ugye az önkormányzat akkor is támogatta a VFC-t, a legnagyobb támogatója a VFC-nek az önkormányzat, a mai napig is, és akkor még azért voltak szponzori támogatások is. Sajnos ezek a támogatások elmaradtak, és az önkormányzatnak egy teljesen jogos elvárása volt az elnök felé, akkori elnök felé, hogy próbáljuk az önkormányzati támogatást csökkenteni, és egyre jobban vonjunk be külső támogatókat. Ez nagyon nehezen működött az elmúlt időszakban, és nehezen működik most is. Ennek gondolom több oka is van, egyet mondok, a gazdasági helyzet. Nem úgy mennek a vállalkozások, ahogy kellene. Tehát megszűntek a szponzori pénzek, és csökkentek az önkormányzati támogatások is, és itt csökkent a VFC költségvetése is. És ilyen költségvetésű csapatnál sajnos ez a teljesítmény is megmutatkozott, mert kevesebb pénzért kevesebb jó minőségű játékos lehet alkalmazni, ez viszont teljesítmény függő. Tehát ez van egy nagyon jó mondás, hogy kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. A VFC költségvetése az MB3-ban 18-20 millió forint körül volt, de ugye ez egy éves költségvetés. Na most azért tudni kell, hogy ennél sokkal magasabb költségvető csapatok, Érd, Dióst, Biatorbágy, ahol 40-50 millióval gazdálkodtak, nem egy alsó hangon 18 millióval, azok is kiestek az MB3-ba. Tehát egy alacsony költségvetésű gazdálkodás volt a VFC-nél. Talán most annyiban a dolog változott, hogy talán személyes kapcsolatomnak köszönhetően sikerült az önkormányzati pénz mellé, támogatás mellé talán két szponzort is meggyőzni arról, hogy a VFC-t segítsék, és igazából nem lehet más célunk itt rövid távon, itt ebben a szezonban gondolkodok, mint hogy minden korábban visszakerülni az MB3-ba. Ez elvárás az önkormányzat részéről is, és elvárás a szponzorok részéről is. Tehát azért azt is tudni kell, hogy a megye első osztály az nem lesz gyenge, mint az MB3. MB3-as csapatok estek ki, azok szerepelnek a megye első osztályba. Ez nem az a megye első osztály már, mint valamikor 20 év ezelőtt volt, hogy ott teljesen munka mellett lévő játékosok teljesen önszorgalomból nekiálltak és fociztak. Ez egy egészen más megye első osztály lesz már. Sokkal nehezebb, sokkal keményebb. Csak egy dolgot mondok, például a Vác, a Csank János edzővel, 50-60 millió forint lesz a költségvetésük, tehát sorolhatnék még egy-két csapatot. Itt szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy képviselőtársamnak is, és hogy tudtunk erről beszélni így nyilvánosan, mert gondolom ez más fejében is megfordult ez a kérdés, hogy amiket a Szabó Attila képviselőtársam föltett,
ugye, így legalább tisztelőt tudtunk önteni a pohárba, és egyenesbe el tudtam mondani, hogy ez a dolog, ez miért alakult így, vagy mi erről a véleményem.